Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt vagyunk a pincébe, megvizsgáljuk az elektromos elosztás műveletét. Nagy fekete zsinóron bejön a főtáp, fel egy elosztóba, ahol is különválik a lakások számára az áramenergia. Tovább jövünk egy főmérőbe. Ez valószínű a közös mérője az összes fogyasztónak. Ezek után itt a kék, illetve a barna vezetékeken jön tovább az energia a lakásokhoz, amely külön-külön bemegy egy mérőórába. Hogy miért van három mérőóra és létezik négy lakás, azt nem tudjuk. A mérőórák után bejön egy főkapcsolóba, mindegyik lakás kap egy főkapcsolót, majd a főkapcsoló után eljutunk még egy kapcsolóhoz, amit nem igazán tartok indokolnak, nem tudom miért van, majd a fekete vezetékeken tovább megy a három lakásba. Megint nem tudom, miért csak három vezeték van, mikor négy lakás van. Arról már csak itt szót is alig merek ejteni, ahogy ez a főkapcsoló itt kinéz. Tehát itt félek, hogy kicsit közelebb nyom a telefont, és ívet húz. Hát biztos, hogy nem túl biztonságos így érintésvédelmi szempontból. Hadd jöjjünk tovább az én lakásomnak az energiaellátásához. Amint mondtam, egy főkapcsoló van a mérő után, és valami csodálatos oknál fogva ez itt bekötődik két fekete dobozba. Gondolom az egyik a null, a másik a fázis. Ránézésre ez a két doboz elosztót jelent, amint látható is, a vezetéken van egy barna és egy kék jelölés, ez gondolom a fázis és a null. Csodálatos oknál fogva a fázis is, illetve a null is ketté ágazik. Az egyik, amit látható, megy fel a lakásomba, a másik ismét be van kötve egy szuperbiztonságos érintésvédelmi megbízható kapcsolóba, majd innen bemegy ebbe a fehér dobozba, ami megint csak nem tudjuk micsoda, mi történik és miért van itt. Tehát azt meg sem merem említeni, hogy az egész csak egy ilyen falemezre van feltákolva, hogy aztán mi történik a falemez mögött, a jó Isten meg nem mondja. Minden esetre, amit sikerült kiderítenem, a beérkező két vezetékből további kettő jön ki. Ez a két további vezeték együtt fut tovább itt ilyen gyönyörű szépen elrendezett körülmények között, tovább fut a lakás vezetékeivel. Meg lehet nézni, kérem, egy csodálatos elektromos technikai mesterművet látunk. Ez a két vezeték, amit az előbb említettem, itt tovább jön, majd kijön a falnál. Itt elágaznak, az egyik megy ebbe a csodálatos villanykörtébe, a másik itt jön tovább fel, egészen, meg is mutatom, itt jön együtt fel egy kapcsolóba, ami a villanykapcsolója, illetve egy konnektorba. Hát innentől már el lehet képzelni, hogy az elektromos áramom hova tűnik el. Valamint itt van egy fehér vezeték, ami egy szuper megoldással vissza van kötve a másik lámpába, tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy bármilyen fogyasztás, ami történik itt a pincébe, a villanykörtékkel, illetve a két konnektorral, az mind az én kontómra fog menni. Azt már megint csak meg sem merem említeni, hogy furcsa mód, az egyik lakásnak van itt 12.000, majdnem 800 kW-ja, a másiknak van 15.800 kW-ja, és természetesen nekem van majdnem 24.400, tehát 24.366 kW, ami az elsőnek majdnem a duplája, a másodiknak a felével több. Tehát
Elég gyanúsak itt a dolgok ebben a pincében. Mindenképpen említésre méltó, hogy amit itt látunk, mennyezet, ez egy fa. Ez egy kutya közönséges fa. Továbbá itt, hogy milyen vezetékek mennek, ezt én itt nem ismerem vitatni, tehát itt nyílt vezetékek vannak, tehát élő vezetékek. Fogalmunk sincs, mi történik, mi hova megy. Egybe bele is akadtam, hát ez ilyen biztonságos. Arról nem beszélve, hogy tovább megyek, az egész mennyezet, illetve a felettem lévő lakásnak a talapzata, ez fából van, és amit látható, teljesen nedves. Tehát itt a vezetékek a falba, illetve a falak között gyakorlatilag teljesen nedvesen, ilyen nyílt állapotban vannak. Hát én nem tudom, hogy ki mit gondol, szerintem itt már ez valamiféle magyarázat arra, hogy hova veszik el az energia. Itt megint ló két vezeték, nem merek a közelébe menni. Meg lehet nézni, teljesen nedvesek a gerendák, nedves az egész szigetelés. Abban megint nem vagyok biztos, hogy az a szivacs ott éppen tűzálló. Meg lehet nézni, fából van a talaj. Közelebb megyek egy picit, remélem nem fog megbaszni semmi. Itt csöpög a víz konkrétan. Tehát itt, ha elektromos szivárgásról azt hiszem nyugodtan beszélhetünk, kicsit közelebb jövök itt a vezetékhez, meg lehet nézni, remélem látszik a felvételen, a vízcseppek állnak rajta. Tehát itt a vízcseppek állnak a vezetékeken. Valószínűleg ez így megy tovább a falban is. Hát fantasztikus szakemberi munkát láthatunk. Ahogy nagybátyám mondaná, a szakember. Itt egy füstérzékelőt láthatunk, itt az elődje, hogy a mérlet ebből egy új és mennyire működőképes, ezt megint nem szeretném vitatni és kritizálni, mert erről információ nincs, és valószínűleg nem is lesz. Hát ez Birmingham, hát majdnem központjában, kicsit szélesebb részén, egy pincében az elektromos hálózat, a vízvezeték hálózatot láthatjuk itt ebben a kékben, minden lakásnak külön, és hát itt a WC, illetve úgy látom ez a lefolyó akar lenni csatornába, hát most erre megint nem szeretnék itt fogadásokat kötni, hogy mennyire szakemberi munka. Hát köszönöm szépen a figyelmet, ilyen a világ, valószínűleg ezért lett hatalmas villanyszámlám.